Sziasztok! A mai alkalommal egy újabb videót hoztam nektek, ami nem más, mint egy She & Haul, ami igazából nem tudom, hogy mennyire lesz rendszeres ez a csatornán. Annyi a lényeg, hogy én eleve nem szoktam ilyeneket csinálni, eddig soha nem rendeltem online. Nem tudom, mennyien ismeritek a She&t, ez egy online felület, ahol rengeteg minden ruhát, kiegészítőt és egyéb dolgokat lehet találni nagyon jó áron, és ezt igazából találtam meg én is, és gondoltam azt, hogy mivel az utolsó pár hónap ebben az évben olyan jól sikerült, ezért gondoltam, hogy ezért körülnézek én itt, és megnézem, hogy mi tetszhet, és mit szeretnék én itthon látni a saját kis gardrób szekrényemben. Úgyhogy igazából ez történt. Vettem egy csomó mindent, és ezt szeretném nektek megmutatni. Ezt még mielőtt bárki kérdezi, mind a saját pénzemet vettem, amiért megdolgoztam, és ennyit szerettem volna elmondani. Illetve még annyit előlegben, hogy ugye én eddig saját magamnak soha nem rendeltem online, mert általában mindig féltem attól, hogy nem lesznek jók rám a méretek, és hogy az összeset vissza kell küldeni, és hogy a zsákba macskás az egész. Mert hogy ugye nem, hát tudod, hogy mit kapsz, te annyira igazából nem. És azért így nem is nagyon nézegettem ezeket az oldalakat, viszont most valamiért megszállt az ihlet, és emiatt olyan dolgokat is rendeltem magamnak, amit amúgy valószínűleg soha életemben nem vettem volna meg. De ki szerettem volna próbálni, meg akartam nézni, hogy mennyire az én stílusom, de ezt majd úgy is látni fogjátok. Úgyhogy szerintem kezdjük is el. És szerintem én az kiegészítőkkel fogom kezdeni, csak hogy nem tudom, elkezdik valamivel, és azok ilyen kis pici dolgok. Annyit el akarok mondani, vagy annyit el szeretnék mindenkit mondani, hogy a kiegészítők azok az egyetlen olyan dolgok, amiket nem lehet visszaküldeni, hogyha egyszer már megvetted. Nem tudom pontosan miért, ez így van, tehát hogy bármit, hogyha veszel, akkor azt nem lehet visszavinni. Ez nálam két dolognál is előjött, mi annyira nem jött be, ezt majd mindjárt mutatni fogom, de amúgy az összes többi ruhát meg bármit vissza lehet küldeni. Just so you know. Na most már tényleg kezdjünk bele. Kettő napszemüveget vettem, igen. És az egyik, és mind a kettő ilyen nagyon extravagáns, ha lehet ilyen szóval élni. Tehát nem ilyen mindennapi szemüvegek, én mindenképpen szerettem volna valami feketét, ami nem átlátszó, tehát hogy tényleg nem látod a szememet. És csak mert volt napszemüvegem, de nem volt ilyen fekete, és csak szerettem volna valamit, ami tényleg szuper fekete, szuper stylish minden. Most rendeltem kettőt, ami mindenféleképpen, tehát egy stílusos mindenféleképpen, csak hát nem feltétlenül az én stílusom. Az egyik az nagyon bejött, a másik kevésbé. Most megmutatom nektek azt, amit kevésbé jött be. Tehát az egyik az egy ilyen szemüveg, ami amúgy mostanában nagyon menő, de tehát, hogy most ezt fel fogom venni, légy szíves, senki ne screenshotolja le. De ez nagyon... Tehát, hogy ez nem az én stílusom, az biztos. Meg valamint nekem ez nagyon széles szí. Szóval ez nem az én stílusom, virágom. Majd nem tudom, lehet, hogy valakinek odadom, vagy bármi, de hogy ez annyira nekem nem jött be. Viszont a másik az egy nagyon kis spicy szemüveg, ami így néz ki, és esküszöm, hogy tetszik. És nem gondoltam volna, hogy tetszik volt. De komolyan mondom, nem tudom, valamiért nagyon... Először, amikor felpróbáltam, akkor egyáltalán nem tetszett. Túl sok volt, és én nem vagyok ilyen. De aztán minél többet hordtam, annál inkább rájöttem, hogy végül is. Ez aztán biztos olyan szemüveg, amit felveszel, és így nem akar senki se hozzászólni, és hogy adok békét. Na szóval nem tudom, hogy hova fogom hordani, de mindenféleképpen megoldom, tehát hogy ez így muszáj, tehát így muszáj. Volt kettő nyaklánc, amit vettem. Az egyik egy ilyen pillangós nyaklánc. So nice. I hope you can see. Na igen, meg
Igen, tehát hogy egy ilyen pillangós, mert nem tudom, hogy mennyire tudjátok, de nekem pillangó volt helyem az óviban, úgyhogy én nagyon közel érzem magam lelkileg az ilyen pillangós dolgokhoz. De igazából ennyi a történet. A másik pedig egy ilyen, na, hogyha befókuszál, akkor annak nem fog kerülni. Igen, szóval a másik egy ilyen, mi ez? Elefántos szerencsenyaklánc, ami pedig egy ilyen belsős kis vicc az egyik legjobb barátommal, úgyhogy igazából annak az örömére vettem, de nem hiszem, hogy annyira fogom használni, vagy hordani, mert annyira így a minőség nem a legjobb, úgyhogy nem tudom, hogy mennyi szertem ezeket hordani anélkül, hogy így elszakadnának, vagy nem tudom. A másik pedig egy fübbaló, amit hogyha most így megmutatok, az nem tudom, hogy mennyire fog átjönni. De let's see. Na, sikerült. Szóval ilyen három karika egybe fonva körülbelül. És nekem, nem tudom, nekem nem volt még ilyen fülbalom, de nagyon tetszik. És szerintem felvegyem. Nincs is benne a fülembe semmi is. Ha felveszem, hát most miért ne? Figyeljetek. Szóval így néz ki. Szerintem nagyon kis aranyos. Úgyhogy ez is volt egy szerzemény, úgy nagyon sok minden lesz, úgyhogy bear with me. A következő csodás szett, szóval a következő szett az egy ilyen kis scrunchie szett volt, amiben most ez három darab van, de igazából van még egy a hajamban, nem tudom, hogy látszik, meg még volt még egy, amit nem találtam, de az is megvan. Tehát egy ilyen öt darabos, ilyen krém színű, bársonyos, random valami szett. Nem mondom, hogy munkahelyre fel fogom venni, de ilyen otthon, meg boltba elugrós kis outfithez nagyon, nagyon passzolna szerintem, úgyhogy erre is rátettem a kezemet. És aztán az utolsó kettő dolog, amit vettem, az két darab volt. Az egyik, az egy ilyen egy ilyen kis karika, meg csak tényleg nagyon egyszerű kis fekete öv. A másik pedig, tudjátok, ez a tipikus, ez a két karika egybe öv, amit mindenki ismer és lát és tud, viszont ezt itt rendeltem meg. Őszintén elmondom nektek, nekem ez annyira nem jött be, mert egyrészt nekem vastag az öv, mint hogy így szélességre vastag. Vagy hát vastagabb, mint amit én gondoltam, illetve nekem valahogy nagyon nem jön át. Fém ugyan, de valahogy nagyon, nem tudom, olyan kis műnek néz ki az egész, úgyhogy ezt lehet, hogy nem fogom hordani, bevallom őszintén, majd meglátjuk, hogy ezt hogyan tudom felhasználni. Okay, most jönnek a ruhák, ami rengeteg, úgyhogy próbálok minél gyorsabban és logikusabban haladni. Az első az egy crop top, amit én őszintén, ez volt az egyik olyan szerzemény, vagy hát hogy is mondjam, dolog, amit megvettem, amit én, hogyha mondjuk egy boltba bemegyek és meglátom, és lehet, hogy felpróbálom, de hogy megveszem, az tudja, hogy nem igaz, mert ez tényleg kicsit kívül van a komfortzónámon, mindjárt meg is mutatom nektek. Ez így néz ki. Tényleg egy crop top. Illetve ilyen nagy, pufi ujja van, amit amúgy én imádok. És kicsit ilyen átlátszó, viszont itt fölül pedig ilyen. Annyi az egésznek a hát hátulütője, vagy nem is tudom, hogyha itt látjátok, hogy itt az anyag valamiért nagyon, de sokkal nagyobb, mint amekkora területet elfoglal, és ezért ilyen kis budgyosabb, és ilyen valahogy nagyon nem néz ki jól. Látjátok? Úgyhogy azt majd valahogy meg kell, át kell varni, vagy nem is tudom, de ezt nem akartam visszaküldeni, mert amikor felvettem, akkor annyira tetszett, hogy nem volt szívem visszaküldeni. Úgyhogy ezt majd megoldom én itthon, vagy valami varrónőnek elviszem, hogy csinálja meg, mert amúgy nagyon-nagyon tetszik. És ezt ilyen, nem tudom, nyári fesztivál look, vagy nem tudom, vásárlós
dolognak álltam képzelni. Egy olyan nadrággal, amit most fogok nektek megmutatni, ami egy ilyen mom jeans, nem tudom, hogy van-e magyar megfelelője őszintén, de egy ilyen hosszú és igazából ugye a csípőjében, tehát hogy fölül a hasadnál nem széles, viszont ugye a lábnál annál inkább, és ez egy olyan fajta, ami, ahol ugye nem láttok, tehát hogy nincsen ilyen szakadás vagy bármi, mert azt annyira nem szeretek olyat hordani, de amúgy felpróbáltam is, ez is, lássuk csodát, jó volt rám, és működött, annyi, hogy egy kicsit nagy itt felül, úgyhogy valamelyik követ azt fogom használni erre, viszont ez és ez a felső egybe valami brutálisan jól néz ki, úgyhogy behold, mert ezeket fogom használni. A másik, hogy szóval, hogy hosszú, és van olyan stílus, ahol ezt így simán el lehet játszani, hogy akkor hosszú a nadrág, és akkor az úgy jól néz ki. Viszont azt is lehet, hogy feltűröm, és akkor a bokámig ér, teljesen jó a megoldás, és mindenki jó jár. Szóval ez nagyon sok féleképpen hordható, de azért nagyon tetszik. Jaj, valamiért kifulladtam. Nem kapok le neked. Túl gyorsan beszélek, lehet az a gond. Na szóval, következő felső az egy sima... mi ez? Jaj, pedig ezt tudtam múltkor. Sima, hosszú nyakú, vagy... tudjátok, ez az ilyen fel tudod tűrni nyakú. I don't know the name of this. Na mindegy, ez csak egy sima, hosszú nyakú, fekete, hosszú ujjas, de na mindegy, szóval, hogy kellett sok, hát nem volt sok hosszú ujjasom idén, és gondoltam beruházok egy párra, úgyhogy hogy rendeltem egy ilyen hosszú ujjast, hú, ez már 16 perc, jó van gyerekek? Gyors leszek, esküszöm. Nem. Ezen kívül rendeltem egy másik magasított nyakú, oké, most már megy. Szóval magasított nyakú felsőt, aminek kicsit ilyen hullámos a teteje, nem tudom, hogy mennyire látszik, és ugyanúgy hosszú, jó, sima, fekete póló, és ugyanezt megvettem ebben a barnás színben, amit most itt láttuk rajtam. Ez a kettő ugyanaz a fazon, csak ugye az egyik fekete, a másik barna, és nagyon tetszik, és meg ez is az volt, hogy meglepődtem, hogy komolyan jó rám, tehát újban, várban, mindenhogy jó rám, ami nem szokott mindig így lenni, hogyha besétálok egy boltba, tehát rendszerint 3 boltba sétálok be egymás után, hogy megtaláljam azt, amit keresek, és ami tényleg jó rám, úgyhogy ezen nagyon meglepődtem, de nagyon hálás vagyok érte, és nagyon tetszik, úgyhogy vettem 3 felsőt. Ezen kívül vettem még egy kicsit hát elegánsabb, meg ezt inkább munkahelyre gondoltam felvenni. Egy ilyen, hát ez most nem tudom mennyire látszik. Egy olyan hosszú ujjast, ahol ugye itt az ujjánál ilyen átlátszó anyag, hát ilyen tül, mondhatjuk, hogy tül, használtak fekete ilyen bársonypöttyökkel, és ami ugye itt a mellkasánál is, nem tudom, hogy mennyire látszik. A mellkasánál tehát, hogy eddig ugyanez az átlátszó pöttyös szituáció van. Úgyhogy itt az ujjánál pedig kicsit így ez így nyílik, és tudsz vele legyezni, vagy bármi, jó, nem tudom, mit mondok. Szóval ezt gondoltam kicsit így munkahelyre, meg kicsit egy olyan dolog, ami így elegánsabb lehet. És rájöttem, hogy nincs itt valami, semmi gond. Let's move on. Ami még gondoltam, hogy munkahelyre elképesztően jó lenne, az pedig egy fehér, kicsit hasonló stílusú, mint az előző, ugyanígy ilyen kis pöttyös, nem tudom mennyire látszik rajta, ha most látjátok, tehát ugyanígy ilyen pöttyökkel tele tűzdelt blúz, aminek az ujja kicsit átlátszóbb, az eleje azonban nem. Ja. Ezt csak így gondoltam felvenni, akár betűrni nadrágba, és úgy egy kicsit pufisabb, tehát akkor jobb esése van, vagy teljesen kiengedni, akár hogy, és akkor ennek is az ujja pedig ugyanolyan, mint az előzői,
hogy egy kicsit így van extra legyezési lehetőség. Nem tudom, hogy ez honnan jön, bocsi. De erre gondoltam, úgyhogy ezt is megvettem, és felpróbáltam, és ez is jó rám. Bocs, lehet, hogy az összesnél ezt fogom mondani, de ez tényleg számomra nagyon, nagyon nagy meglepetés, hogy ezek mind jók voltak rám. A következő is ugyanebben a kategóriában fog tartozni, ez egy hosszú ruha, ami fekete alapon, ilyen krémszínű pöttyös, és ez egy maxi ruha, és nem gondoltam volna, de ez is jó lett rám, ugyanúgy válva és még hozva is, tehát ugyanúgy addig ér, ameddig kell érnie, és tökéletes, tehát hogy ezt mindenképpen megtartottam, és fogom hordani. Annyi, amit erről tudni kell, hogy egy kicsit talán műanyagos hatása van így érzésre, és hogyha nem viselsz alá, mit tudom én, pamut trikót, illetve valami pamut leggingset, vagy fekete harisnyát, akkor az kicsit hát rá tud tapadni az anyag, hogyha ugye feltöltődsz elektromossággal, tehát hogy ezt így azért észben kell tartani, de mondtam, hogy jó, nem baj, megoldom, jó lesz ez, mert tényleg az, hogy találok ilyet, tehát az számomra az így lenyűgöző volt. És ugyanaz, hogy kicsit azért vékony az anyaga, úgyhogy mindenképpen fel kell alá öltözni. De azon kívül tökéletes, úgyhogy thank you. Igen. Vettem... Fú, nagyon sok. Akkor folytassuk a ruhákkal. Vettem karácsonyra, vagy hát így... Ja, karácsonyra gondoltam két ruhát venni. Egyiket 24-ére, másikat 25-ére. Legyen variáció. Az egyik ruha az egy ilyen bársonyos, bársonyanyagú ruha, amit lehet, hogy így most itt annyira nem fogtok látni, mert tiszta fekete. De a lényeg az az, hogy kicsit olyan, mint hogyha egy ing lenne, csak ugye bársonyból van az egész, és több szinten el van varva, hogy egyre szélesebb legyen maga az a ruha és a szoknyarész, és nekem számomra ez egy kicsit riszki húzás volt, mert én nem, tehát hogyha ez is egy olyan volt, hogyha bemegyek a boltba, akkor én tuti biztos, hogy max felpróbálom, de hogy haza nem viszem, az biztos. És amikor az elején kibontottam, akkor úgy voltam vele, hogy úristen, én ezt nem. Tehát, hogy én ezt, you know, de aztán valamiért felvettem, és minél többet hordtam magamon, és láttam magamon, annál inkább tetszett, ugyanúgy volt ez a szemüveggel is, és így kettő kombó a szemüveggel ez, nem tudom, az valami hihetetlen. Szóval végül megtartottam, és nagyon szeretem, úgyhogy ez is egy ilyen érdekes választás volt számomra, de most is tanultam magamról valamit. Annyi, hogy nekem egy kicsit talán rövid, úgyhogy lehet, hogy ha veszek magam alá valami leggingset vagy kis sortot, akkor azzal már így jó lesz, de hogy ez nem egy olyan ruha, amiben felleugrálsz és pöröksz és forogsz, hanem inkább ez egy ilyen üljünk le és beszélgessünk ruha, szóval ja, de attól még nagyon szép és nagyon szeretem. A következő az pedig egy piros ruha lesz, ami így néz ki, és ugyanezzel a mintázattal, mint ugye a fehér ingem, amit még előzőleg mutattam nektek. Az elején van két kis hosszú lóhús pigyó, amit össze tudsz kötni, tehát az nyakad körül, és akkor az is kis játék, meg ugye az ujja is ilyen kis pufi, meg ugyanúgy van rajta ez a legyezős cucc, amit annyira szeretünk, ugye? Szóval... I'm so proud. De amúgy tényleg nagyon tetszik, és nem gondoltam volna, igen, hogy egy piros ruhát fogok választani, és hogy az jól fog állni. Mert még nem volt piros ruhám, de most már van, és gyönyörű, és nagyon tetszik, úgyhogy ez is olyan volt, hogy a hossza, az ujjának a hossza minden tökéletes volt, én meglepetésemre, úgyhogy
nem is tudom, mit kell többet mondjak, jó? Na szóval, a következő, amit már láttatok is szinte, a következő az egy ilyen kis kabátka, ami igazából ősszel és tavasszal érdemes főleg hordani, hiszen télen túl kevés lenne. Ez egy ilyen kis favágós kabátka, ami így néz ki. Mind a két oldalán kis zsebekkel, nagyon jó amúgy az anyaga maga, és szerintem nagyon sok mindennel föl lehet venni. Szerintem nagyon jó minőségű, viszont én ezt magamnak, ahogy felpróbáltam, így láttam, hogy ez annyira nem az én stílusom, és annyira nem fogom tudni felhasználni, úgyhogy ezt igazából odaadtam a húgomnak, de meg szerettem volna azért nektek így mutatni, hogy ezt is vettem a Shein-ről, csak végül nem jött be úgy stílusilag, nem más miatt. Ezen kívül vettem még két másik kabátot. Az egyik, az egy tipikus bölcseki, amit igazából nem tudom, hogy... Tehát ugyanúgy, tehát van előle cipzár, vannak zsebei, ami nem ilyen álzseb, hanem valóban be lehet nyúlni és tenni bele valamit. Ez is ugyanúgy fálba, újba, tökéletesen jó. Egy kicsit nagy, to be honest, de az azért jó, mert hogyha a pulcsit akarsz el felvenni, akkor az így belefér, és akkor nem leszel el egy kötözött csonka, hanem tényleg mindened rendesen belefér, és még kényelmesen is érzed magad benne. Ugye ez ilyen nagyon egyszerű és stílusos megoldás néha a hideg ellen. Úgyhogy erre is beruháztam. A következő kabát, ami a harmadik és egyben utolsó kabát, az pedig nem más, mint egy hosszú... Hát nem tudom, hogy ez milyen szövetkabát. Hosszú szövetkabát, ami konkrétan így néz ki, és nem tudom teljesen megmutatni az alját, hiszen ez egy hosszú szövetkabát. De ez is megláttam, betettem a kosárba, felpróbáltam, és jó rám. És it blows my mind, de komolyan, tehát hogy így nem is értem, hogy ez hogyan sikerült, de valahogy mindegyik jó. És jó, azért nem hazudok, tehát voltak dolgok, amiket vissza kellett küldeni, és vissza is küldtem, de nem láttam értelmét azt megmutatni nektek, mert ha nem jó, akkor nem fogom hordani, és ha visszaküldöm, akkor meg tényleg teljesen mindegy. De tényleg nagyon meglepődtem azon, hogy ennyi sok mindent tudtam úgy rendelni, hogy tényleg soha nem rendeltem előtte. Még három dolgot szeretnék nektek ezen kívül mutatni. Az egyik az egy ilyen kis sulis szoknya. Nekem inkább az ilyen jó szalagavató. Az ilyen évnyitók jutnak eszembe róla. Ennek ellenére nagyon tetszik, nagyon szeretem, és például ezzel a felsővel is tökéletesen jó. Ezt múltkor például úgy viseltem. Az utolsó kettő dolog, gyorsan még elmondom, mert közben villog ez a kamera. Kettő sport felszerelés, vagy kettő sport szett, amit gondoltam, hogy kicsit motivál majd, hogy többet mozogjak, mert mostanában eléggé elhanyagoltam ezt, és hát ez nem jó. Úgyhogy meg is mutatom gyorsan. Az egyik az egy ilyen fekete, hát sötét szürke szett, ilyen a top. Tényleg teljesen egyszerű, semmi extra, de teljesen jó, és az alja pedig magasító derekú short, ami hát nem volt még ezelőtt, szóval ezt csak ki akartam próbálni, hogy tényleg mennyire fog nekem ez így beválni. Nem biztos, hogy ezt most fogom kipróbálni, mert tél van, és lehet, hogy ez egy kicsit hideg lenne, de mindenképpen szerettem volna valamit, aminek az alját tudom például szoknyák alá is felvenni, hogyha kell, és annak is nagyon örültem, hogy a teteje nem volt túl nagy, mert ezért attól féltem, de teljesen jó, és teljesen használható. Az utolsó dolog pedig egy ugyancsak szett lila színben, ami szintén egy olyan dolog, amit sose gondoltam, hogy veszek, de voilà. Szóval ilyen a teteje, ennek a háta viszont gyönyörű szerintem, mert van egy ilyen kis kivágása, amitől, na most ezt így nem látjátok, tehát van itt egy ilyen kis kivágása, amitől elegánsabb lesz szerintem, ugyanígy a top, és az alsó részének is van magasított dereka, és akkor itt megy le az egész, és gyönyörű, csodálatosan szép,
és nagyon jó anyaga van. Úgyhogy fitness cuccokat nagyon ajánlom, és vegyetek. Na szóval, közönben is estredett, mint láthatjátok, úgyhogy szerintem én is befejezem ezt a kis videót, ami nem is lett olyan kicsi. Aki eddig kibírta, annak ezer hála. Remélem, hogy tetszett, és majd találkozunk a következő videóban. Addig is még egyszer a Shein oldalt be fogom csatolni alulra, hogy ti is megtaláljátok, és hogyha volt bármi, ami tetszett, akkor nyugodtan nézzétek meg. És ja, hogyha ez kimegy, remélem kimegy még karácsony előtt, akkor boldog karácsonyt, kellemes karácsonyi ünnepeket, és karácsony után találkozunk, mert tervezek videózni, és kicsit elmagyarázni, hogy mi történt velem, hol tartok, hol vagyok, stb. Úgyhogy igen, de addig is boldog karácsonyt, és találkozunk a következő videóban.